Na csácsumi, szavaztok gyerekek, képőr jelentkezik egy újabb farmos játékkal, ami nem más, mint a farmer élet, igazából egy farmerba kell gondolom lennünk. Bár nem szeretem a farmerokat, én inkább a melegítőket, na jó, ezt tudom, ez rettenetesen szarpoén volt. Ettől így hátra hőköltök szerintem. Na, hamutartóval beszéltem tegnap, mondta, hogy full magyar ez a játék már, aminek nagyon örülök, mert végre értük minden egyes kis mozzanatát. Kezdtem egy új játékot, aztán akkor vágjunk bele, meg elvileg most már több dolgot lehet csinálni, mint a demóba, mert azt hiszem valami demóval játszottunk utoljára, kipróbáltuk egyszer live-ba, annyi volt bele, de produktív játékmenetet nem hajtottunk végre, na, csapjunk bele, üdvözölünk a Farmer Life-ban. Előtted Kazimiert néhány napja. Hősünk nagyon nehéz éjszakán van túl, és nem emlékszik túl sokra. Segíts neki rendbe jönni. Egyébként részegen ébredtünk az ágyunkba. Annyi volt így az intro, azt sajnos nem tudtam megállítani, hanem így kapásba átlépte. Úgyhogy gondoltam, hogy innen kezdjük. Na, kattints a folytatáshoz. Hol vagyok egyáltalán? Hagyjuk. Csak körülnézek. Jó, nézzék körül. Ennyi. Jó lenne megmozgatni ezeket a csontokat és sétálni a környéken, lehetőleg anélkül, hogy felborulnánk. Jó, egy kicsit másnaposak vagyunk szerintem, eljünk egy kis vévet. Aha, biztos, hogy gyorsabban fog menni, csak ne túl sokáig, shift-tel ugye futunk. Oké, túl gyorsan a fejem, most lassan és csendbe, kontroll. Ja, így lopakodunk, le kell lopakodni a játékban, nem áll. Hoppá, Pufi végre felébredt, hadd nézzelek meg, barátom. Ja, közelíteni lehet. Hát ez csodálatos. Kattints a Z-vel a gazda szeme használatához. Ja, így látom, hogy miket lehet tenni, ugye? Szeretnél nekem valamit mutatni? Honnan kerültek ezek a botok a földemre? Ja, a botok vannak a földön, he. Ezt az nem jó nekem? Mennyi bot maradt? 9 botot össze kell kapni. Jó, akkor összekapom a botokat. Mivel kell összekapni a botokat? Ebetűvel. Ebetűvel kell összekapni. Jól van. Nyisd ki és zárd be a felszerelést. Van be 3 bot, micsoda meglepetés. Van kiló, itt van, hogy mi az, 30 évesek vagyunk? Ez mi az, hogy egy nap? Május 1-e van. Munka ünnepe, gyerekek. Ha-ho! Akkor kell volna kezdeni. Mit lehet csinálni? Ha? Ingyenes tüzelőanyag közvetlenül az anyatermészetből. Jó, el lehet ejteni, jó, nem érdekel. Minden, ami Kazimérz, miért kell ilyen névnek lennie, miért nem lehet Hans, vagy valami, vagy Jürgen, vagy Sása. Kazimierz. Felemel a táskájába kerül. A holdott tárgya ki lehet dobni, ha a tárgy ikonján nem húzzuk. Kazió igazán, most már itt már becézik be az. Kazió igazán sok mindent képes cipelni, de egy bizonyos súly felett jelentősen lelassul. Oké, okay. Jó. Épít. Van itt építmenü is. Jó, de nézzük a tutoriált végig, jó? Még szedjük össze botokat. Gyerekek, milyen izé van, dzsúva van itt. Itt is egy bot. Itt is egy bot. Jó, megvan a bot. Nos, végre kitakarítottuk a mezőt, a kanca nem fog megsérülni. Hát ez gyors volt, gyerek. Találj nekem valamit enni, mert éhes vagyok. Pufi! Szerez nekem valamit enni! Ez nagyon jó, milyen jó segged van, Pufi. Te nőstényű vagy fiú? Nem azért kérdem, csak érdeklődök. Á, ott van bazd, ott a kaja. Hát Pufi, te tudsz valamit, ember. Jó, hát ezeket felszedem én. Ja, de el is tudom fogyasztani, ott alul jobb oldalt írja. De várj, fölveknem inkább inventory-be. Na, tab, és akkor kattints. Jobb egér gombol az almára, és válaszd a fogyasztást, fogyaszd el. Hú, de jó, hogy magyar, nem? Tök a imányészt, nem tudom, jó, valamennyire el vagyok angolul, de azért imádom, hogy magyar egy játék. Tartsd lenyomva a shiftet, hogy jó, oké, okay. Még együnk? Hol van a kaja szintem? Ott, bal oldalt alul, aha. Mit kell, ez mi? Engedélyek. Polgármesteri engedélye kell. És miért csak kaja szint van? Pia szint nincs. Egyé. Mi van, meddig kell enni, már meg kell enni minden. Na, van piaszint is, most gyűjt be. Kezdi most gyűjt be. Jó, van, oké. Okay. Legyünk ilyen autentikusok akkor. Parasztosan beszéljünk, jó? Egyébként ez tök ilyen autentikus játék, már mint ilyen nagyon tojparasztok vagyunk. Ennek 255 van elvileg, ez egy kazi gyerek. Van egy olyan haver, hogy kazi, az a neve.
Bence Kozi, vagy mi a neved? Egy Honda-ja volt, utána meg egy izéje, egy GT Golfja. Hát jó, van, oké. Bocs. Na. Ugye? És az ízű megmarad az üres üveg. Na jó. Ezt végre fel kellene szántani. Pufi, hova hagytam a kancalovat? Hova hagytam a kancalovat? Elég érdekes az izéje, a fordítással van a probléma. Na, Hunaló! Ott a ló, jó van, okosabb vagy, mint idesapád. Itt a ló, jó, megvan. Hozd a lovat a zeke mellé. Zeke. Tikokat is lehet tartani, he. Meg le, mit ül le lehet ülni a sávlira. Nem tudom elképzelni, mit lehet itt csinálni, érted? Ide, ledobom magam, aztán így, gyere ide, he. Pufi, gyere csak ide. Jó van, oké, hagyjuk. Nem hülyéskedek. Egyébként kösz hamutartó, hogy felhoztad, hogy föl csigáztál ezzel a játékkal kapcsolatban. Thank you very much. Mert egyébként ezt tök elfelejtettem, és folyamatosan egyébként, ha tudnátok, látnátok a YouTube előzményeimet, mindig azt beütöm, hogy games like Farming Simulator, or mit tudom én, itt az eke. Na, ide kéne hozni, ezt elbírom én. Figyelj, hát ezt te nézi. Ha nem tudom elhúzni, küll a ló. Ott van traktor is, traktor az nem működik. Jó, oké, belehúzok a dolgokba, mert itt komoly dolgok vannak, úgy látom. Attól félek mindig az... De félelően ja, nem tudom kinyitni, ja, így. Hát ez nem az az ajtó. Az az ajtó. Mindig attól félek az ilyen játékokban, az ilyen indie fejlesztésükben, hogy hamar kifulladnak, remélem, hogy nem. Az állat állapota még nem éhes. Szenvedély 0%. Várjál, már meg kell nézni. Ez ugye ez... Nem piuló, mert hogyha szenvedély föl egy 100%-ra, akkor menekülés vagy gyerekek. Erről eszembe jutott egy vicc, hadd mondja el. A legjobb vicc, amit életetekben hallottatok. Szerintem a legjobb vicc. Nem úgy lehet, hogy már elmeséltem. De ez a kedvenc viccem. Ez nagyon jó. Ó, basszus. Hadd mesélje el. A székely kidolgozik a mezőn, aztán fia fut hozzá, hogy apa, gyere gyorsan. Egy medve van a háztetőn. Aztán mondja a székely, nyugodjál meg, fiam. Hozd a kutyát, egy öles lécet, meg a puskámat. Jó, apa, de minek az öles léc? Hát fiam, hogyha én fölmegyek a háztetőre, és azzal lepiszkálom a medvét. Oké, jó, apa, de minek a kutya? Hát a kutya be van tanítva, és amint a medve leesik, a kutya ráharap a tökeire. Jó, apa, de minek a puska? Hát fiam, ha véletlenül a medve piszkál le engem a háztetőről, akkor abban a pillanatban agyonlövöd a kutyát. Jó, van, oké, befejeztem. Na, még élhet ezek... 36 hónapok él a ló, mit csinálok utána? Agyon kell lőni, vagy mi? Ja, fiú, ott van, hogy fiú ló. Jaj, akkor baj van, akkor megülés lesz. Vidd ki az állatot. Gyere, he! Na, mi az? Meg kell győznem arról, hogy a Csikó biztosan követel engem. Meg kell győződnem. Gazda szeme, zével. Ja, igen, ez olyan, mint mazzag van nálam. Hát, ez nagyon komoly. Na, gyerünk oda, futás! Gyere! Ez a... Még szerintem egy... Várj, mi van ez zubolni? Jó, oda tudom, oda megyek ma. Hát ez kevény nőstény. Jól van itt. Miért érdekel, hogy nőstény vagy fickó van, izé? Gyere! Oda, ugorja bele! Na, hogyan, mikkel? Fogd be a lovat! Deal! Zsá, menjünk! Kezdj el szántani. Hú, gyerekek, tovább bejutottunk ebbe a játékba, mint valaha. Egyszer próbáltuk valami live-ba, azt sem tudtam, merre van előre. Meg itt tökörködtük, meg mentünk össze-vissza, nem? Na! A gyerekek, itt a székek, meg minden szalasz éjjel van, hát eltörik a lólábra. Tattornak meg egy, úgy látom, hiányzik egy kereke. Meg a izének is, a gazdának is, mi? Na gyerekek, tedd be kettőbe, hogy valami legyen veled. Hogy kell szántani? Merre? Jó van, most megint kezditek, vagy tudom már, előre tudom, hogy kezditek, hogy nem arra kellett volna szántani, hülye vagy keeper. De egyébként te jó meg vagy csinálva, figyelj, mindjárt megcsapatom ám. Na, evetővel kezdjünk szántani. Az F-fel több, mi az, hogy több? Mi a f***? Kezdje szántani, befejez. Már izébe pószt lehet nyomni a lóvon. Kezdje szántani. Ledurrantottuk a földre? Nem, bazza. Álljál már, mit csinálsz? Keresztbe áll a ló! Ú, te édes Istenem,
Bazza, mekkora hotdogot kivágott. Jó. Driftelünk! Igen, kap fel ezekét. Úgy, bazz, ez nagyon komoly. Gyerekek, ez nem kis pálya. Figyelj, jobbunk egy összeszálltást. Hú, mekkora izé fordulóköröd van, te ló. A lónak legyen a neve Sanyi. Sanyi a ló. Azt a betyár, hát nem sikerült az szálltást tökéletesre. Traktoros nem tud egyenesen menni. Adjál ki! Egyébként tök jól néz ki, hogy így fordítsa kifelé a földet, de az a baj, utána meg már... De ne! Mi a fasz? Látod, ott meg már ilyen izé egyenes lett. Így visszasüljed, jó. Biztos olyan izé iszapos a talaj, vagy nem tudom mi a történet. Nyomunk egy összeszálltást, tényleg. Forduljál már, ló! Sanyi! Nyomjon neki. Mennyi? Hány száll? 68%-on vagyunk, azt még körülbelül két csíkot. Ez eléggé hanyagul szálltuk. Mert közben ledobjuk az ekét. Ezt hogy csinálták? Így lenyomták a kart, aztán annyira ment bele a földbe, mi? Hát, láttam ilyen ekét egyébként élőbe, de az vasbú volt már. Nem ilyen falbú. 95%, 96, 98, 99, jó. Fejezd be a szálltást a körmenü segítségével. Ja, várjál, azt. Körmenü. Az az F-fel, ugye? Hagyd, szakítsd meg a szántás, befejez. Gyere, pihenj meg a boxban, a kemény munka után. Lu. Vezest. Na, indul meg. Hát ez az, így, érted, ennyi. Ennyi a szántás, jó van, örülök neki. Az állatokat be kell vezetni a boxba úgy, hogy a box ajtóra nézve válasszuk ki, hogy a megfelelő műveletet. Ne próbálja bejutni az állat a boxba, vagy erővel betolja. Ja, ne az legyen. Ja, annyit kell, hogy így meg kell... Rá kell nézni. Aztán elbetű, és akkor így zsavelázik be. Nem, ha megfárasztott ez a munka, le kell feküdnie kezdi. Figyelj, van pince, biztos be lehet menni majd. Ah, hát ez nagyon jó. De egy kicsit rendet kell rakni. Menjél! Gyerünk! Be a házba, ágyba. Hogy kell? Menj be a házba és találd meg az ágyat. Iki. Jaj, de jó, ez ilyen töltőképernyő nélkül így át. Mi van itt te gyerekek? Egyébként hangulat a játék, csak egy kicsit, azért ennyire út van, nem lehet Oroszország. Mármint 50-es években. Gyere Puffi, pihenjünk egy órát, gyere egy... Úgy van, nem viszlek el. Ez mi? Van láda. Van izé, bőrön, az a neve a gyerekek. Azért ez nem rossz ez a játék. Mennyit pihenjünk? Egy izé, egy órát, jó? Ledöltünk egy kicsit. És mi van? 5-5 van még mindig. Nem gondoltam volna egy óra múlva is 5-5-ről. Na, gyűjtsd össze az összes füvet a szénakazal alól a pajtában. What? Szénakazal alól a pajtában. De most miért ezt nézzük? Ez mit nyugtalankodsz, testvérem? Nem nincs valami ízé, briefing, hogy mit kell csinálni? Piac. Jaj, ezeket nem akarom megnézni még, mert biztos majd izé lesz tutoriálkodja. Mi? A pajtából a fűjjet. De haver, nyugodjál meg! Nyugodjál meg! Hát mi a tököt nyugtalankodsz? Hú, gyerekek, úgy süt a nap, a szemem kifolyik be az esküszöm. Ja, hogy? Így nyomogatni kell többször. Oké. Okay. Helyezd a füvet a földre a komposztáló közelébe. Az jó, hogy van tutoriál, egyébként be lehetett kapcsolni, az kívül van. Jó van, Puffy, nyugodjál meg! Ezt tudod, inkább legyen más a neve. Majdnem azt mondtam, hogy legyen Doggy Andi. Na nem az, Follow Anda. Nem, semmiképp Andit nem, Andit az szent. Na. Hűha, mi a fasz? Opp, vagy mi a franc? Műtrágyát lehet készíteni itt. Aha, ez jó. Elektronyosság is lehet majd. Nagyon jó. Egyébként ez úgy látom, hogy ez azért vannak itt dolgok. Töltsd meg a vödröt, komposzt. Jó jönne egy üres vödör. De várjál, most ezt kiraktam én? Nem raktam ki, hogy kell belerakni, hallod?
Hát ezt kiköszedni. Jó lenne egy üres vödör. Hura vödör! Nem, ha ez a füvet a földre, a komposztáló közelébe. Akkor gondolom ezt így ki kell húznom. Erősítés. Ó, bazzer. Komposztáló közelébe. Ez tök jó, hogy így lehet rakni. Tedd le, szakítsd meg, fordítsd el. Lehet forgatni is. Hát mondjuk egy fűcsomónak, vagy egy fűkaszolnak. Kári van, ha el. De most miért? Ja, már megszakította? Bassza. Egyébként ez nagyon adja, hogy ilyen akárhol rakhatod. Vedd fel a villát, amire Pufi mutat, használt a gazda szemét, ha nem tudod, hogy hol van. Hol van Pufi? Evella, megismered. Te az okos vagy, bazza, okosabb vagy, mint... Nagyon-nagyon, nem tudom. Használd. Jó. Villa, használhatók, levágott fűszéne vagy gabona gyűjtésére, nyomd meg a space gombot, hogy eldobd a hordott tartalmat. Élő lények támadásra is használhatóak segítségükkel. Támadására is használható. Ez lehet vele izéni. Szomszédot izé... szügyön szűrni. Jó, egy kicsit az ilyen horrorisztikus volt. Na most mit csináljak már? Hát mit akarsz? Tedd az egész füvet a komposztálóba a villa segítségével. Yes! Azt a becsát! Ez barom jó! Ez barom jó! Ez... Na ez autentikus farming. Ez gyerekek. Ez baró jó. Ez nagyon adja. Kedvenc elfoglaltságom, fel kell szedni a trágyát a földön. Jó, várjál, még nem végeztem. Itt még van fű. Ez nagyon bázdeg. Á, gyerekek, ez nagyon adja. Ez nagyon autentik, ez nagyon ezt már most imádom. Na, Ganyé. Itt fölbögtál Ganyét. És hova kell? Trágyadomra. Á, nem mondod. Kettőt, igen, ezt akartam mondani, hogy többet is föl lehet bökni. Hát igazi paraszt gyereknek érzem magam. Ide egy kis szórakozás, mi van? Keresd Pufit és vedd fel a... Köves Pufit és vedd fel az asztalon lévő puskát. Na, ez megint az komoly szórakozás az. Ez hogy kell eldobni? Várjál, space-szel? Iha, várjál, ez hogy kell el... Hogy kell ezt ki... Tedd félre. Inventory-ba-e. Most ez... Nem akarom, hogy itt legyen az inventory-ba. Várja. De most ez baj, hogy itt van az inventory-ba? Nincs, ugye? Majd nem baj. Jó van. Hol van a puska, öcsi? Pufi, te tudsz mindent itt, apám. Ki vagy tanulva? Varjakra fogok lőni, ne mondod. Na. Vadászat puskával. A közeli erdőkben az emberek alacsony jelenléte miatt vadon élő állatokkal találkozhatunk. Hát rapsickodni fogunk. Egy puskával bármilyen állatot le tudsz lőni, amihez sikerül közelítened és eltalálnod. Az állatok ijedősek és a lőszer nehéz hozzáférhető, tehát légy... Aha! Menjél óvatos, várjál, mit ír még itt? Állj meg, googolj le, célozz, várj, míg a célkezd lehet a legkisebb, és akkor lőj. Legyen józan is. Legyen józan is. Még egy sör is nagyon ne... Aha. Varász puska. A lelőtt állatok a helyszínen is feldolgozhatod, azonban így nem sok pust fog szerezni. És biztosan nem az értékes állatbőrt. Legjobb, ha az áldozatot a pajtába szállítod, ahol Kazimierz apja ott... otthoni... vágóhidat hozott létre. Hát ez tipikus rapsickolás. Ez gyerekek, aki ezt csinálta ezt a játékot, ez egy akkora nagy tajparaszt volt, mint az állat. Hurkolni is fogunk? Kerékpárral is, jó a gyerekek, hát ez nagyon jó. De ez tök jó egyébként, hogy az a túltippek vannak. Na, maga... Na, most akkor ki kell próbálni? Lőd le az összes madarat a madár ijesztőről. Aha, így... Dír. Le kell guggolni és alapvosod célba verni. Viszont miért nem volt lövéshang? Töltöttünk egyet. Le kell guggolni. Vagy mi ez? Légpuskánk van? Nem légpuskánk, ott az állvárzat.
És nekem nincsen lövés hangom, most te vagyok. Ez komolyan. Aha, munka vár. Jó, és ezzel mi? Olyan, mi történt? Július! What? Az előbb még május volt. Már reggel van, nem iszom többet. Hol a tökben vagyunk, gyerekek? Most te azért, de hova kerültünk? 5 liter kettőre, ez túl sok. Újra nincs egy fillérem sem. Egy. Hát valószínűleg, mit keresünk a temetőben, gyerekek? Itt egy bicikli. Menj el, mit tudom én, Zalesiába. Ó, te dik. Hát a izé, Ruszki 28-as. Hova kegy? Hova megyek? Gazda szem, hol van az izé? Ott a listább. Ó, gyerekek, baj van, hát mi történik? Én nem is azt hittem, hogy nincs környék, hanem csak ott a tanyán vagyunk. Ez epikebb, mint ittem. Mennyi haver! Kénytelen vagyok újabb eszközöket adni Jánosnak. Jancsi! Itt? Jó, Jancsi, te vagy a Jancsi? Várj, le kell szállnom. Hello, Jani. Add el a szerszámaidat. Hozzáállás. Mi az, hogy gyújtunk? Kereskedünk. Kereskedelem. A környéken több helyen is lehet kereskedni. Az egyik ilyen hely a piac, a másik a fűrésztelep. A piacon található egy bolt és néhány stand. Mindenki más-más termékeket kínál, és csak bizonyos áruk vásárlásában érdekelt. Az árukat a saját felszerelésed ablakából, a bolt ablakába húzva tudod eladni. A vásárlás pontosan fordítva történik. Ha shiftet nyomsz, akkor ez egyenlően kiválasztott áru. Ellenkező esetben a szükséges megjelenik egy csúszka. Megpróbálhatsz ellopni valamely ilyen kevésbé értékes és őrzött árut is, de számolj a következményekkel. Hát az ez baró jó, gyerekek. Na várj, mit adjak el? De hát most ezt eladom neki, akkor nekem az jó lesz. Hát, az jó, hát azt mondta a játék, adja el, akkor én hiszek neki. Vásárolj valamilyen alkohol, de ez nem itt van. Zsófiának biztos van még vodkája. Hát, az már nagyon köl. És akkor hogy kell most ilyenkor vásárolni? És ilyenkor eladtam? Most ja, itt ez a pénzem? Há, jó, hol van a Zsófi? Nem mondod, hogy van kocsma? Nem mondod, hogy van kocska? Ma, de meg milyen szociál kocsma ez, te édes Isten? Mi ez a betontömb? Úristen, mind a... Ez meg ez a kerítés? Ne. Hello, Zsófi! Mi újság van? Hát gyere, na. Hát csókolom, kezdi csókolom. Tűrjünk meg az orrodat, ne viccelj. Megcsinál, megnézted hány óra van? Na, kereske, gyújtunk, vagy mi az? Gyújtunk. Adj egy sört. Mit vegyek? Vásárolj valamilyen alkot, de nekem kevés. Mennyibe kerülnek? Ki írja, hogy mennyibe kerülnek? Aha, ez izé, mi az? Kaja szintet ad, meg ott van energy-t. Hát nem is tudom menni. Egy darab sört veszek. Egy darabot. Megerősítés. Jó. Merre van a kunyhó? Oké. Okay. Bazza, jó néző kis Zsófikám. Az a mérleg, hallod? Ennyi villanykapcsoló. Hány fog van? Tizen valamennyi. Mi nem marad semmi? Jó van, nyugodjál meg. Fölkapom a biciklit. Egy kicsit idő. Kicsit a talaj meg van rottyamba. Na, hova kell menni? Hum vagyok. Pufi! A gyerekek, el vagyok vele. Ott a Pufi. Te valóra ez elad mindent, hát gazdálkodjunk, ne adjuk el. De ez tök nagy open world világban játszik, mekkora az a disznó, te hisztába az-e? Miért a Pufit miért nem akarjuk eladni? Hát... Valami elrabolt a csirkeimet, jó, hogy Pufi bátran tartja magát. Hát Pufi az kitart. Gyorsulunk, Pufi! Kiugrik, le lehet ugrani az izéről, a bringáról. Mindent adok, akkor a csirkéket is el kell búcsúztatni. A gyerekek, ne adjuk el mindent, hanem inkább íze. Bazze, van falu. Én azt hittem, hogy csak egy ilyen... Ott egy tank. Ez egy német tank. Pufit nem adjuk el, még ha ilyen halunk. Ez egy Panzer 2 vagy 3? 3. De ezt kéne eladni vasba, ember.
Én azt kívánom, bárcsak a villám csapna bele ebbe a farmba. Hol van ez a, ebbe a farmba? Tök jó, hogy magyar. Tök, nagyon tetszik. Tetszik ez a játék? Nekem ez nem tetszett, amikor így kipróbáltuk, de igazából nem csináltunk benne semmit szinte. Viszont egy kicsit alacsonyan ülünk a bringán, nem így? Vagy olyan, mint hogyha itt az ülés közvetlen az arcom, nem? Mint hogyha ilyen izébe úgy feküdnénk rajta, tudjátok, van ilyen. Amikor ilyen kis lengyelenással mennek, így ráfekszenek az ülésre. Na mi van? Esik az eső. Hol tegyem a biciklit? Tikok, ott volt a tik! Kút tele van. Ja, hiszen ott lehet inni, akkor jó van. Tikok! Szálljunk le valahol. Ide támasztom a biciklit el. Ez rohadt jó. Ez tök jó. Tök jó interaktív ez a játék. Igyunk egyet. Így áll a kútból. Egyéb van itt a kamrából, jó. Gyerekek, az a baj, én lassan kellene abba hagyni, mert nem tudom, hosszú lesz. És világítás, itt a kamra megszól, megőrözt az. Jaj, ez egy olyan, mint egy inventory. Jó, eszünk valamit akkor. Ezt áthozom az inventorimba, és úgy megeszem, jó? Fogyaszd el, ásd el, pusztítsd el. Gyere, Pufi! Szundítunk egy pár órát. Jó, az, ez jó, ez jó ez a játék. Ez jó ez a játék. Fú, de nagyon nyomasztó ez a hely. Nagyon nyomasztó ez a hely. Á, rendesen, basszus, rendesen beborzongok. Na, figyeljetek, szerintem akkor ez meg lefeküdt aludni. Ő is férfi. Ez nem, az, ez nem nő. Jaj, jókor szólnak. Késő! Na jó, fú, itt is van. Ezek szerintem ilyen rakodóhelyek. Folytatjuk innen, gyerekek, de ez engem nagyon érdekel. Úgyhogy, fú, ez nagyon tetszik. Na, sziasztok!